Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, srácok, valaki kérte volt, meg szeretném én is mutatni, hogyan szerezzük meg a játék egyik legnehezebben megszerezhető sniperét, egyben a játék tán legerősebb sniperét, mert azért most arra már a többi is kapott egy kis buffot, a Whisper of the Worm című snipert. Egy biztos, ez a sniper jól néz ki, nagyon gizda. Rohadtul jól néz ki. Szóval ez a quest fog most következni, nem is fogom húzni tovább, belevágunk kőkeményen a lecsóba, ez egy, készüljetek fel, egy nehéz quest, ne add fel elsőre, másodikra, harmadikra, negyedikre, hát én egy olyan 10-szer futottam neki, azért mert, nem azért nehéz, mert hogy nagyon lőnek, azért is, mert nagyon lőnek, mindenképp, hogyha a power levelöd 400 alatt van, akkor gyakran fogsz halni. A problémája az egésznek az az, hogy 20 perced van rá, és ahhoz a 20 perc az éppen hogy elég, ha nem vagy über agyon bildelve, akkor az éppen hogy elég lesz, hogy végigmegy ezzel a küldetés, hogy kössétek fel a gatyátokat. Na most, ahhoz, hogy ez a küldetéshez oda menjél, elérjél, ahhoz kérlek szépen Ájóra kell menned, és Ájón találod meg ezt a küldetést. Továbbá a driftertől fogod, a gambitos csávótól fel tudod venni ezt a küldetést, Whisper névre hallgat. Ez a küldetés hetente egyszer jelenik meg, ha minden igaz, péntektől hétfőig tart. Akkor pénteken jelenik meg, és hétfőn tűnik el rögtön a frissítés előtt. Ha valami változott ezen a téren, annak, aki rendszeresen desztinezik, kérem írja le a komment szekcióban, de a minden igaz, heti egyszer jelenik meg péntek és hétfő között. Na most továbbá fel tudod ugye venni a gambitos csávótól, driftertől is ezt a küldetést ugyanebben az időintervallumban, és akkor ott lesz, amíg meg fog tudni csinálni. Mit kell ehhez csinálni? El kell menni Ájóra. Ájóra erre a helyre eljönni, ahol én vagyok, és itt kérlek szépen meg kell várni, amíg egy public event jön, ami ilyen Taken Blight-os, tehát a Taken-es public event, a kabálos public event nem jó. Megjön a Taken-es public event, join us, de nem kell csináld a questet. Hanem ilyenkor, amikor join us hozzá, megjelenik egy boss. Ezt a boss-t meg kell keresni, ami három helyen fordulhat elő ezen a pályán. Ha megtalálod a boss-t, legyőzöd, és ezzel megnyílik a kapu a Whisper of the Worm küldetéshez. Na, akkor megpróbálom ezt is élőben lemagyarázni. Szóval, ha figyeltétek a videót előzőleg, ugye megtaláljátok a boss-t, szépen leharcoljátok, nyugodtan használjátok ultit. A Power Ammo-t ritkán dobja ez a küldetés, úgyhogy ne nagyon erőltessétek erre a bossra, jó? Hogyha van olyan cuccotok, ami power ammo-t dob, akkor tegyétek be. Legyőztétek a bosst, amit látjátok, ott megjelenik egy portál. Na most ezen a portálon bementek, és akkor fog elindulni a Whisper of the Worm küldetés. Itt fogtuk magunkat, és egy srácot bevettünk a csapatba Gomival, és segítsünk neki megcsinálni. Reménykedtünk benne, hogy nagy segítség lesz, mert láttuk 50-es szint, különösebben nem csekkoltuk le, behívtuk, jó lesz, hárman vagyunk, az már jó. Jó, ha erre a küldetésre hárman ment, de ketten is meg lehet csinálni. Nem para, de nagyon kell damage-eljetek. Az a lényeg, és türelmesnek kell lennetek. A küldetés két részlegből áll, egy ugrálós részlegből és egy boss fightos részlegből, három termen keresztül. 20 percetek van, hogy megcsináljátok a küldetést, ez a legrosszabb része, 20 perc. Kövessétek azt, amit én itt csinálok minden esetben, azért, mert ez a rövidített útvonal. Fölugrotok ide, és itt lesz ez az egész. Kétszer futottunk neki, nekem ez már a sokadik alkalom, tehát én már előzőleg megszereztem, csak gomit is elvettem erre a küldetésre. Ugye itt lesz egy ilyen cucc, szétlövitek fegyverzet, amire szükségetek van, tűzfegyver, és void fegyver legyen nálad, és sniper legyen nálad, elsődleges fegyvernek, és power weaponnek is egy sniper legyen nálad, mert szükség lesz. Itt jön az ugrálós rész története. Jól kell tudj ugrálni, az a lényeg. Nagyon észnél kell legyél, és ez gyakorlást kíván, de hál' Istennek annyiszor futhatsz neki ezen időintervallumban, amennyiszer szeretnél.
ennek az egésznek. Itt vigyázzatok, ugye a pirosas résznél felismeritek, hogy itt lesz, ami kilöghet a falról, utána egy hatalmas ugrás, vigyázz, hova landolsz, mert ezek a cuccok kilökhetnek a falról. Itt én gyorsan végig tudtam jönni, mert már emlékeztem az útvonalra, de jól emlékszem, én is meghaltam itt. Szépen türelmesen vártok, amikor kell, ne siessetek elsőre, inkább csak gyakoroljátok be, utána leugrotok erre a platformra. Ez a platform után egy hatalmas ugrás jön. Titán Warlocknak valószínűleg könnyű, Hunter, ki kell számold. Ez van, ez ennyi. Ide ugrotok, innentől kezdve sietnetek kell, amint már profik lesztek az ugrálós résszel, sietnetek kell kb. 5 perc alatt jó, ha megcsináljátok ezt a részt. Innen pedig simán egyszerűen egy sarokugrás, hát mi sem egyszerűbb, ezt annyiszor el fogjátok baszni, hogy el se hiszitek, szóval Hunternek a legnehezebb, Warlock titán megint csak könnyen megúszta, itt ezek a falak kilökhetnek, át tudsz rajtuk sietni egy hullámban, legalábbis ezen a falon, a biztos se kedvén jó, ha vársz, semmi probléma, gyakorold be, ismert ki a tempót, amit látjátok, a társakot hullanak. Itt megint egy fal, egy ilyen kis fehéres rész lesz, megismeritek, nem olyan ütött kapott, mint a többi rész. A föld is fekete, szóval meg fogjátok látni. Türelmesen vártok, semmi nagyon extra, tehát amúgy ez egyik legjobb, de egyben legnehezebb küldetés is, azt hiszem a Shattered Throne után. Fogjátok, átugrotok. A Whisper of the Worm amúgy a Xol Hive istenhez utal amúgy. Ja, vigyáztok, ne essetek le. Szemben láthattok egy liftet. Jó, ha elsőre elkapjátok, ugorjatok elsőre, ha nem, akkor ja. Fölugrotok. Megvárjátok a liftet. Szépen fölben vigyázzatok, mert itt lesz egy fal, ami ki fog ütni, beleütköztök, amit én most leeshettek. Úgyhogy ne ugorjatok túl nagyot, ha egy ilyen van. Innentől kezdve fogjátok, itt bejöttök. Jobbra. Ennél a résznél lecsúszhattok, úgyhogy vigyázzatok, mert a földből, falból mindenhonnan jönnek ilyen cuccok. Nem nehéz a rész, de ha nem vigyázol, akkor le lehetsz lökve, és az gázos. Tehát amit látjátok, én is itt majdnem le lettem lökve. Tovább jöttök, na ez a rész húzós. Akkor kell ugrani, amikor befelé szív, és pont mielőtt kilökődne a dolog. Nem úgy, mint én itt most. Szóval kilök, akkor ugrasz, bem. Mert sniperek vannak itt, el fognak találni, nagyon sebeznek, úgyhogy érdemes leszedni, vagy futni gyorsan. Fogod, átugrasz, kérlek szépen, itt igen, itt haltam meg, viszont ki kell számolni. Az ugrás nem feltétlenül a széléről kell ugorni annak a platformnak, szóval na, akkor még egyszer lássuk magunkat. Tehát eddigre, mire ez a 15 percet látjátok, már lent kellene lennetek fájtolni, nem vagyunk már nagyon messze. Amit látjátok, itt majdnem kilökött megint, ott van egy ajtó. Ha az ajtó becsukódik, és akkorra értek oda, nincs pánik, mert van egy kis párkány, amire rá lehet ugrani. De akkor ugorjatok, amikor az ajtó csukva van, és akkor teljes mértékben át tudtok biztonságban ugrani. Tovább ide, és elindultok jobbra a nagy csöcsökhöz, ahogy én hívom őket. A nagy csöcsökre talán meghaltam, én véletlenül hülyén ugrattam, és lecsúsztam. Japp, igen, meghaltam. Szóval, ja, ilyen veszélyek vannak. A lényeg az, hogy fel kell ugorjatok a párkányra, ami a nagy csöcsök fölött van. Annyi lenne a dolog. Nos, a nagy csöcsöknél végigmentek, felugrotok erre a párkányra, és végigfuttok szépen egészen a végéig, a végénél lesz egy ilyen csúszó csőféleség, bementek, és tompítsátok az ugrást. Mert jó, nagyon nem zuhantok, nincs pánik, de tompítsátok az ugrást. Na most itt lesz a legtrükkösebb megtalálni az útvonalat, hirtelen én is elfelejtettem, de aztán megtalálom. Emlékeztem valami olyasmire, hogy merre van nagyjából, de nem pontosan nem tudtam, de megtaláltam az útvonalat, úgyhogy nektek egyszerűbb lesz. Kicsit itt gondolkodtam, hogy hogy is kellene, most arra már réglen kellene lenni a enemiket fájtolni, tehát egy jó, egy 5, maximum 6 percet van ahhoz, hogy. Csak így is úgy voltam vele, hogy itt a gomi is le volt maradva, másos rendszer is le volt maradva, akkor inkább tegyük meg ezt, mint egy gyakorlópálya, és akkor onnantól kezdve
megcsinálják komolyabb a második részt. Szóval itt látjátok, bejárat rögtön le, lámpa kigyullad, és le fogtok tudni jönni ide ebbe a lukba. Ugrálás, ugrálás, semmi nagyon nehéz. Csak kövessétek ezt az útvonalat. Kijöttök itt, a szegélyen végig lehet futni. Nem muszáj lelassítani, ha befele irányítod egy kicsit a fegyveredet, akkor lehet végigfutni ezen a platformon, és ajánlom a végigfutást. Itt egy hatalmas ugrás fog következni. Tompítsál, és célozd meg a lyukat középen, ha mondhatom így, igen. Ugrunk, vigyázz, leessél le, és lassan már ott vagyunk a célnál. Szépen átugrunk ide, innentől fölnézünk oda, akár szembe is ugorhattok helyből, ahogy láthatjátok. És itt vagyunk az első résznél, ahol fightolni kell. Szükséged lesz a tűzelementálos fegyveredre. Kérlek szépen, itt falból kilökős izék vannak, kurvasok, bombák vannak, kurvasok, és vannak Taken Knight-ok. Ezek a Knight-ok, és ezek ugye a lovagok tűzzel köpködnek, és tűzsildjük van, és kurva nagyot sebeznek. Úgyhogy az első szekcióra itt, ahol én itt vagyok, érdemes bujkálni, érdemes türelemmel hozzáállni, mert te sem tudsz átsebezni ezen a shielden, de ők sem tudnak átsebezni. Sniper, amit látjátok, ezért szükséges. Snipereket szed ki, tűzfegyvereddel szed le a shieldeket. Ultinak javaslom az elektromos ultit, azért, mert hosszú ideig tart, és tudsz vele szobát ki tisztítani, de amint meg vagy ezzel a szobával, nem lesz egyszerű. Jó, ha mind a hárman odaértek. Szólóban elég macera. Láttam embereket megcsinálni, de nehéz is kell legyen a sebzésednek. Amint ezzel a szobán túl lesztek, jöhet a következő szekciója ennek a szobának, ahol kisebb bosszok várnak rád. Őket viszonylag könnyű legyőzni, és akkor jöhet az utolsó szegmense, a harmadik szoba. A harmadik szobánál pedig ugyancsak szükséged lesz a tűz, de itt most már a Void, vagyis a lila fegyveredre is. Ezért jó, hogyha ketten vagytok legalább, mert akkor mindenkinél meg lesz az a sebzés, ami van, nem neked kell váltogatni. Sniperre ugyanúgy szükség lesz, mivel hogy sniperek fognak rád lesni. Szóval készüljetek fel, taktikázzatok, bujkáljatok, és hát ja, ultizzatok, ahol szükséges az áramos ultival, mert nagyon hasznosan jön. Na most, ha ezzel megvagytok, akkor jöhet a végső harc. A végső harcnál szét kell szedjétek ezeket a gömböket, amit itt láthattok, és hogyha szétszedik ezeket a gömböket, egy-kettőt, akkor leszpónolnak a bosszok. Három boss fog leszpónolni, javaslom, fókuszáljatok rá, elő a snipert, az összes, ami van, és sniper, a tüzes ulti teljes mértékben jól jön ellenük, és ha még időben vagytok, és sikerül őket legyőzni egy milliméterre, nekünk éppen, hogy belefért az időbe, akkor kérlek szépen, megkapjátok a Whisper of the Worm, csak nekem itt már ugye megvolt, azért nem kaptam meg. Ezután jöhet a Heroic Whisper of the Worm, de azt már egy másik videóban. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, nagyon köszönöm a figyelmet, írj le, milyen Destiny-t szeretnél látni, milyen videót szeretnél látni Destiny-ről legközelebb. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!